gyönyörű óvodaikert, református középiskolák találkozója. Ismét lépcsőfutó versenyen vett részt, finom magyar dinnye. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 30-án 18 óra 5 perckor. A Zöldfa utcai óvodában Harsányiné Szabó Ilona tagóvoda vezetővel beszélgetünk a gyönyörű óvodai kertjükben, amit a pedagógiai napok keretében a helyi és környező települések óvodapedagógusainak is bemutattak. A pedagógiai napra Szolnokról, Jászberényből és Rákóczi-Újfaluból is voltak kollégák, akik érdeklődéssel hallgatták a Zöldfa óvis kertművelési tapasztalatokat. Az előadás utáni eszmecserén a vendégek is elmondták, náluk hogyan alakítottak ki kiskertet és hogyan művelik azt. Egymástól lehetőségeket, ötleteket merítettek az óvónők arra, hogyan tudják a jövő generációjában a kertépítés, a kertgondozás folyamatát megtanítani, megszerettetni, és ezáltal hogyan válhatnak később önálló kertművelőkké. Kialakítottuk a kertet, azt azóta újra gondoltuk, hiszen azóta a beporzók napja egy újabb olyan zöldjeles nap volt, amikor a óvodánk a kiskertjébe olyan virágokat ültettünk, ami a lepkecsalogató kert nevet kapta. A titkos úton eljutunk a óvodánk fűszer- és növénykertjébe, a lepkekertbe és maga a veteményes kertbe. A veteményes kert ugye sok vizsgálódásra ad lehetőséget a gyerekeknek, amikor műveljük a talajt, akkor találkoznak nem szeretem, szeretem állatokkal, attól függ, hogy melyik gyermek milyen viszonyban van velük, illetve felhasználjuk azokat a hulladékokat a komposztból a kert előgondozásában, amit a tél folyamán összegyűjtöttünk. Itt a tavasszal a komposztból kiszedtük a megkomposzt előre elkészített anyagokat, azok a gyerekeket átvizsgálták, és megállapítottuk, hogy nagyon szépen lebomlottak az ősszel beletett falevelek, ágak. Vannak olyanok, amelyek még több bomlásra van lehetőség, ezeket szortíroztuk, és a gyerekek például kiszitálhatták a földet, és ezzel is utána a földet minősítését javítottuk. Ebben az időszakban nem csak a talajművelés volt, hanem az élőhelyek kialakítását is nagyon fontosnak tartottuk, hiszen a növények fejlődéséhez a kis állatoknak, bogaraknak is itt kell lenni, és ezek kialakítottuk a lepkekertet, amit már mondtam, a katicaltatót, békalakot, gyíkvárat készítettünk itt a óvodában, illetve a közeli kis erdőből megszerzett kis faanyaggal, illetve régi cserepekből. A gyerekek a udvari tartózkodás alatt megfigyelhetik azokat az állatokat, amik itt élnek, madarakat, növényeket, és ezeknek a beazonosítását kis képek teszik lehetővé, amelyeket kitettünk ide nekik a kertbe, hogyha valami, tehát vannak úgy gyerekek, amik önállóan szeretnek vizsgálódni, akkor odaszalad, megnézi, beazonosítja, nem mindig tud a felnőtt ráfigyelni, de így a kisképek segítségével könnyen be tudja a gyermek határolni, hogy milyen növények, milyen állatok és kis bogarak élnek itt az óvodánk területén. Zöld óvodaként az Iskolakert Alapítványtól kaptak támogatást a kert alakításához, gyerekméretű szerszámokat a munkához. Igaz, hogy mint zöld óvoda, a Karcag város óvodái mindenhol van kert, de nem ennyire elmélyülten. Nekünk is az Iskolakert Alapítvány támogatta ezt a kert alakítási folyamatot. Ez egy sikeres pályázat volt, ahol esővízgyűjtőt, meteorológiai állomást, magokat, gyerekméretű szerszámokat kaptunk a gyerekek. Ez mind-mind hozzájárult, illetve környezeti nevelünk, Andrássy Tiborné Eritke elvégezte az Iskolakert Alapítvány 30 órás továbbképzését, ahol
további ötletekkel lettünk gazdagabbak, melyet megosztott a nevelőközösségünk, illetve alkalmazotti közösségünk számára, és mind-mind egy kicsit sajátunknak érezzük az óvoda kertjét, és szívesen tevékenykedünk benne. Tóth Barnával, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium igazgatójával beszélgettünk egy nyári országos találkozóról. A Magyar Református Középiskolák 25. találkozóját rendezi meg az iskola. A négy napos rendezvény fesztivál jellegű lesz. A város is látni fogja, hogy mi történik. Ez a Magyar Református Középiskolák 25. találkozója, amiről beszélünk, és egy négy napos rendezvény. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy egy ilyen fesztivál jellegű rendezvény. Én úgy gondolom, hogy a város is látni fogja, hogy mi történik. Szeretnénk elegánsan, méltóság teljesen és szívvel, lélekkel megtöltve megrendezni majd ezt a négy napos rendezvényünket. 2022. június 30-a csütörtöktől július 3-a vasárnapig fog tartani. A sok magyarországi helyszínen volt már ilyen találkozó, de a Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben is több alkalommal. Ez 1996-ban indult Kecskemétről, akkor volt az első találkozó Kecskeméten, de ez nem ilyen egyszerű, mert ugye amikor indulnak ezek a rendezvények, amik aztán később sorszámot is kapnak, az elején még nem pontosan olyanok, mint amilyenné aztán kiforják magukat. Úgyhogy Kecskeméten is már az előtti években is volt több ilyen találkozó, de valami miatt ezt a 96-ost nevezik, vagy sorszámozzák egyesnek, és onnantól kezdve nagyon sok magyarországi helyszínen volt már ilyen találkozó, de volt a Felvidéken, a Kárpátalján és Erdélyben, tehát a határon túl is több alkalommal. És amikor hozzánk került felkérés szintjén ez a rendezvény, akkor 2019-et írtunk, és mi úgy gondoltuk, hogy majd 2020-ban ezt már meg is tudjuk csinálni, viszont ugye két alkalommal is olyan helyzetben voltunk az ismert körülmények között, hogy ez nem jöhetett létre, és most nagyon bízunk, hogy ez meg tud történni majd. És valóban úgy képzeljük el ezt az egészet, hogy mindazoknak a vendégeknek, akik határon túlról, most így mondom, hiszen mégis csak egy református iskola vagyunk, hogy négy magyarországi és négy határon túli egyházkerületnek a területéről várunk vendégeket, hogy nekik ne csak az iskolánkat, hanem ezt a szeretett és nagyon szép nagykunsági várost is meg tudjuk mutatni, és igyekszünk olyan programokat szervezni, ahol a vendégek is láthatják a várost, de a város is láthatja a vendégeinket. Június 30-án 17 órától istentisztelet lesz ünnepélyes bevonulással, ahol huszárok fognak sorfalat állni, és toronyból tárogató zene szól. Június 30-án csütörtökön este 17 órától egy nyitó istentiszteletet szervezünk majd, és itt már 3:45-től egy ünnepélyes bevonulást tervezünk. Itt huszárok fognak sorfalat állni. Reményeink szerint talán még a toronyból is fog egy tárogató szó hallatszani. Az istentisztelet után pedig lesz egy ilyen zászlós iskola névtáblás, település névtáblás felvonulása a városban egy részfúvós felvezetéssel. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon szép alkalom lesz majd. Másnap pénteken pedig délelőtt a templomban lesz néhány előadás, igyekszünk a nagykunságot bemutatni, illetve az iskolánkat is egy kicsit. A találkozók történetét szeretnénk feldolgozni, habár ez egy nagyon nehéz feladat, mert a 24 alkalommal nagyon sok minden összegyűlt, viszont a digitalizált világ az egy picikét később forrta ki magát olyanná, mint amilyennek ma ismerjük, úgyhogy nem olyan egyszerű ezeket a dolgokat megtalálni. Viszont délután a hozzánk érkező fiatalok egy ilyen városismertető kis GPS túrán vennének részt, egy ilyen akadályversenyszerű kis megmozduláson. Este 19 órától még mindig pénteknél tartunk, tehát július 1-e pénteknél tartunk. A Dériné Kulturális Központban lenne egy kulturális rendezvényünk, szintén nyílt alkalom. Itt például ezt az Abigail című filmünket is meg lehet tekinteni, tehát aki érdeklődik iránta, nekik valószínűleg meg tudjuk mutatni. A szombati napunkat azt nem Karcagon töltjük, ott egy ilyen teljes egésznapos hortobágyi kirándulásra hívjuk a kedves vendégeket. Vasárnap pedig rendesen 10 órától az istentisztelet itt megszokott időpontjában, pedig egy úrvacsorás alkalommal szervezett istentiszteleten látunk szeretettel mindenkit megint csak.
A találkozóra 43 református középiskolából 4 főt várnak, 2 felnőttet és 2 diákot. Erdélyből 10 iskolába küldtek meghívót, Kárpátalján is van 3 református líceum. A Felvidéken 1 református intézményből érkeznek diákok. A találkozó idézetét és a jelképeket a piros-fehér-zöld színekre és a nagykun oroszlára és karca kék színére utalva állították össze. Dániel Sándor, tűzoltó főtörzsölmesterrel beszélgettünk, hiszen megszoktuk már, hogy a lépcsőfutásban mindig remekel. Így volt ez most is Tatabányán. Idén Tatabányán került megrendezésre a tűzoltó lépcsőfutó verseny, ahol a turulmadár szobor alá futottak föl a versenyen induló tűzoltók. Most kegyes volt hozzánk az időjárás. Előtte való este esett az eső, kicsit lehűlt a levegő, bár ez egy kicsit párásá tette a környezetet, viszont ugye mi hazai levegőt vittünk magunkkal, mivel védőfelszerelésben futottunk föl, és ez annyira minket nem befolyásolt, viszont reggelre szépen felszáradt a lépcső, és így nem csúszott, úgyhogy aránylag kellemes környezet várt minket. A védőfelszerelésben futottak fel a 419 lépcsőfokon. Volt olyan, amikor ki volt írva, nagy segítség, hogy tudjuk, hogy mennyi van még hátra. Ezt egy kicsit most hiányoltam. Jó lett volna, hogyha ki lett volna írva. Az erőmet jobban tudtam volna osztani. Nagyon várta már a verseny, mert a Covid miatt 2 éve nem volt ilyen. Nagyon vártuk már, ugye a Covid helyzet miatt nem kerültek megrendezésre ezek a versenyek. Nagyon vártuk, hogy összejöhessen újra a csapat, és akkor találkozhassunk. A felkészülés az ugye önállóan itthon magunk meg tudtuk oldani erőnléti edzésekkel, viszont ugye ezt a lépcsőzést nem tudjuk máshol, és ez a legjobb, hogyha minél több versenyen részt veszünk. És ez a legjobb felkészülés. A felkészülést itthon oldotta meg erőnléti edzésekkel, viszont a lépcsőzés nem tudja gyakorolni a 20 kg-os védőfelszereléssel. Savallom, hogy maradt bennem, és mikor megálltam, azt éreztem, hogy még tudtam volna menni, tehát egy kicsit hamarabb kellett volna, hogy a maradékot kiadjam magamból. Én várom a következő versenyt, és igyekszem jobban beosztani az erőmet. Már várja a következő versenyt, hiszen kitartásban sokat jelent neki ez a rendkívüli teljesítmény minden alkalommal. Néhány nap múlva kezdetét veszi az idei dénye szezon. Bár az első szállítmányok már ezen a héten piacra kerülhetnek, a nagyobb mennyiségre még kicsit várni kell. A szabadföldi görögdinnyét az elmúlt 10 év átlagához hasonlóan a napokban kezdik betakarítani a termelők. Az idei időjárás jóval kedvezőbb volt a dinnye szempontjából a tavainál, ezért előrébb is jár az állományok fejlettsége. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az idei év az utóbbi 10 esztendő átlagának felel meg. A magyar piacon nagy tételben a hazai dinnye szeptember közepéig van jelen, de a belföldi árut október közepéig végéig még ezt követően is lehet kapni. Az ágazati szereplők várakozásai szerint jól alakulhat idén a szezon, ami nem csak a kedvező időjárásnak köszönhető. A nagy exportőr országokban ugyanis erősen visszaesett a termőterület, a hozamok sem túl magasak, Spanyolországban pedig a minőséggel is problémák lesznek. Egy tipikus magyar család 5-8 kg dinnyét szeret venni egyszerre. Ez a vásárlási szokás már a magyar fogyasztók 80%-ára jellemző, ezért a termelők is igyekeznek kisebb vagy közepes méretű terménnyel megjelenni a boltokban. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!